Macher Péter levéltáros helytörténész a Múzeumi Szabad Egyetem előadásán az osztrák-magyar monarchia társadalmát vizsgálta a szépirodalmi műveken keresztül. Három szépirodalmi művet fogok elemezni, Kassák Lajos egy ember életét, Ivo Andristól a Híd a Drinán, ő egy Nobel-díjas horvát-jugoszláv író, valamint Veres Pétertől a Balogh család történetének az első két kötetét. Igyekeztem az alsóbb néprétegek felől megközelíteni a kérdést, tehát hogy az osztrák-magyar monarchia alsóbb társadalmi osztályai hogyan vizsgálhatók szépirodalmi műveken keresztül. Ezt azért is tartottam indokoltnak, mert itt Tatabányán azért elsősorban annak idején mégiscsak a parasztság, a munkások, tehát ezek a alsóbb osztályok éltek, és nem igazán volt képviselve a nagypolgárság, illetve az arisztokrácia. Engem nagyon érdekel amúgy is a szépirodalom, a 19. századi szépirodalom. Tudtam, hogy mely művekhez kell hozzányúlni, és így ezeket hát el kellett olvasni csupán, és akkor így azokat, amiket mondjuk akár az egyetemen, egy szeminárium, egy társadalomtörténeti szeminárium keretében megtanultunk, ahhoz igazítottam. Mert ez benne a szép, hogy most csak egy egészen egyszerű példa, hogy mondjuk akár mondjuk I. és Gyula puszták népéből nagyon jól alaposan megtudható, hogy hogyan éltek egy pusztán a cselédek, hogy milyen körülmények között. Egyszerűen érezzük a munkának az ízét, a munkának a szagát úgymond. De hogyha mondjuk csak egy sima történelemkönyvet lapozunk fel, akkor ezeket is úgy elolvashatjuk, de az száraz, nehezen megközelíthető. Ezekkel a művek által mi ott vagyunk úgymond a frontvonalban, és első kézből láthatjuk ezeket a társadalmi folyamatokat. A Tatabányai Múzeum szeptember utolsó napján a Zene Világnapja alkalmából a Zene rendet teremt a csöndben címmel komoly zenei koncertet szervez.